Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látják. Állandó házigazdánk dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyeújváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Szokás szerint az előző hétvég eseményeivel kezdjük mindig az interjút, ám a tegnapi napon csütörtökön történt egy esemény. Mindenki tudja nyilvánvalóan, Hende miniszter úr szállítóautó karambolozott. Beszéltem miniszter úrral, mindenkit üdvözöl, köszöni szépen, stabil az állapota. Akkor kezdjük a hétfővel a hetet. Parlamenti ülés volt, és szigorított színesfém felvásárlásról szóló törvény mellett még mit emel neki polgármester úr az ülésről? A KDNP-s Pálffy István emlékezett meg arról, hogy 50 évvel ezelőtt halt meg Robert Schumann. Robert Schumannról annyit kell tudni, hogy ő gyakorlatilag Jean Monnet-vel együtt az Európai Uniónak az atya. Az a lényege ennek, hogy rájöttek, 1950-ben jelent meg a közlemény vagy a program, rájöttek arra, hogy a szén és az acélgyártás, a szénbányászat és az acélgyártás közös felügyelete biztosíthatja azt, hogy Európában nem tör ki háború. Na most ez az alap eszméje és az alap gondolata az Európai Uniónak. Aztán ebből lett a római szerződés, és alakult ki az Európai Unió. Nagyon fontos ezen kívül még a hétfői napból kiemelni, én úgy gondolom, a színes fém kereskedelemmel, felvásárlással kapcsolatos törvényt. Ez azért lényeges, hogy a biztonságunk meglegyen. Tudjuk mindannyian, hogy a vasúti, például a vasúti biztosító berendezések jelentős része részdrót segítségével működik, és ugye elő-elő fordul, hogy ezeket ellopják. Az anyagi kár mellett igazában a nagy veszély az, hogy veszélyeztetik ezzel a közlekedés biztonságot. De a színes fém kereskedelemmel kapcsolatos az is például most itt csöngén történt, hogy különböző szobrokat beolvasztanak. Hát most ez a Vörös Sándor szoborral történt, hogy ellopták. A törvénynek az a jelentősége, hogy részben a biztonságot, részben pedig az esztétikát, részben a kulturális értékeinket megőrizhessük, és nehogy olyanok kezébe kerüljenek, akik ezen külön akarnak nyerészkedni. Kezdjük a keddi napot, illetve hát beszéljünk a keddi napon egy olyan nem várt dologról, amilyen ezt a részlet polgármester egészen pontosan a Bartók Béla körúton jár, de miért tett ott látogatást? Való igaz, a Bartók Béla körúton olyan dolog történt, ami hát aztán utána néztünk, bizony gyakran előfordulhat, vagy előfordulhat máskor is, meg máshol is. Az egyik csatorna darab gyengült meg és szakadt le. Aztán felbontották az úttestet, és hát ott egy óriási nagy luk tátongott. Az a helyzet, hogy a csatorna rendszerünk bizony elaggott, és előfordulnak különböző helyen ilyen problémák. Nyilvánvalóan amellett, hogy vízelvezetés vagy szennyvízelvezetés ilyenkor nincsen, ami jelentős nagy probléma, igazából azt veszélyezteti, hogy az utak meg leszakadhatnak. Istennek legyen hála, itt nem szakadt le az út. Megelőztük ezzel, hogy észlelték és lezárták ezt az utat. Be kéne nézni a városban, hogy milyen állapotban van a csatorna rendszerünk. Azt mondják, hogy van vagy 5000 ilyen aknafedél, illetve 5000 akna, hát nyilvánvalóan megfelelő logisztikával ezt végig kéne gondolni, hogy lehet prevencióként ezt megvizsgálni és megelőzni azt, hogy ezekből tragédia legyen. Kedden este a Szavária moziban egy országos díszbemutatóra, premierre került sor. A Nagy füzet, Le Grand Cahier című filmnek a bemutatója volt. A 10 bemutató azért
azért volt az országban másodikként itt az egy nappal előtte lévő budapesti bemutatót követően, mert Kristóf Ágota itt a Kanizsai Dorottya gimnáziumban érettségizett 1954-ben. Ő az ő regénye szolgál az alapjául a filmnek. A film az átszervezett magyar filmgyártásnak az első olyan terméke, amit most finanszíroztak. Szerdán útjára indult a Szombathelyi Média Központ Médiacentrum új felülete, médiafelülete, a szombathelyi7.hu. Mi az emberek elvárása, vagy egyáltalán a társadalom elvárása a sajtóval kapcsolatban, mindenféle sajtóval kapcsolatban? Az, hogy hiteles legyen, az, hogy érdekes legyen, meg az, hogy gyors legyen. Na most bármilyen magyarországi sajtóorgánumot nézünk, persze a hitelességgel, meg az érdekességgel nincs gond, egy kicsit mosolyoghatok ezen, meg a gyorsasággal leginkább ott nincs gond, ahol internetes felületeken jelennek meg a hírek, hiszen akkor rögtön az eseményt követően erről a beszámolók megjelennek. A Szombathelyi Média Központ ugye megjelentette a Szombathelyi 7 című újságot. Én remélem, hogy minden szombathelyinek a kedvence, és most Szombathelyi 7 címmel elindította az internetes portált. Reméljük, hogy hiteles, reméljük, hogy érdekes, meg biztosak vagyunk be, hogy gyors. Következzenek médiaügyek, hiszen több is volt, amelyre ki kellene térnünk. Hol kezdjük? Zajlik a Segítés Városa program. Szerintem arról beszéljünk a végén, mégis pozitívval fejezzük be. Maradjunk abban, hogy a Népszabadságban megjelent egy olyan eseményről egy cikk, amely 3 évvel ezelőtt történt, és bírósági ítélettel lezárult rágalom volt. Na most ezt mindenféle kommentár nélkül megjelentetni egy országos lapban, én úgy gondolom, hogy ez nem etikus dolog. Úgy gondolom, hogy hát ezt nem ezt kéne csinálni a sajtónak, de hát nyilvánvalóan kezdődik a kampány lassan, úgyhogy ilyenekre felkészülhetünk. Lényeges az is, hogy a karnevál alatt a Borok utcájában valamikor éjszaka történt atrocitást, ról a bírósági ítélet, illetve az ítélet megszületett. Az ítélet szerint az ott intézkedő rendőrök jogszerűen jártak el, semmiféle atrocitás nem történt. Hogy folytassuk a média dolgokat, és azzal kezdte, hogy Segítés Városa, és ismételten, vagy továbbra is az országos sajtót nézzük, megjelent egy cikk a Nemzeti Sportban. A Nemzeti Sport arról ír, hogy a haladás játékosok, kik a héten vettek részt egy ilyen újraélesztési képzésben, a haladás játékosok kiképződnek az újraélesztésre, és hogy ez milyen fontos dolog. Milyen fontos dolog az egyszerű manőverek szempontjából is, hiszen láttunk számos alkalommal olyat, hogy ott a futballpályán, a sportpályán lettek rosszul emberek, állt le a keringésük, és hát volt, akinél végzetes volt ez a rosszulét. Számosan vannak, előfordulnak az ilyenek, ha felkészülünk erre, ha tudunk újraéleszteni, akkor rögtön sikerreményével tudunk beavatkozni. A csütörtöki nap kapcsán egy szomorú eseményről is szót kell ejteni. Meghalt Szombathely tűzoltó parancsnoka Krizmanics Ferenc. Krizmanics Ferenc 48 esztendős volt. Több mint 10 éve ismertem meg, vagy dolgoztunk együtt vezetőként. Ő a Szombathelyi tűzoltóság vezetőjeként, én pedig a Nyugat-Dunántúli régió mentőszolgálatának vezetőjeként. Nehezen viseli az ember azt, amikor azok az emberek mennek el, akikkel a bajba együtt voltunk,
azok az emberek mennek el, akiknek szintén az volt a hivatásuk, hogy segítsenek másokon. Azok az emberek mennek el, akik meleg szívűek, és azok az emberek mennek el, akik nagy űrt hagynak maguk után. Krizmanics Ferenc ilyen ember volt. Krizmanics Ferenc kitűnő tűzoltó volt, kitűnő vezető volt. Nagyon szerették a munkatársai, és szerette egész Szombathely. Isten nyugasztója. Elérkezzünk a hétvégéhez. Bacchusz kertje történelmi témaparkban rendezvény, aztán nemzetiségi nap a Múzeumfaluban, 10. méghozzá. Hol kezdjük? Kezdjük a Bacchusz kertjén akkor. A Bacchusz kertje az a történelmi témapark őszi eseménye lesz. Ősszel ugye Szombathelyen ilyen jellegű esemény nem volt, és hát az alapítvány, Szavária Karnavál alapítvány elnöke gondolt egyet, és azt mondta, hogy a Borok utcája az sikeres volt. A bor meg a történelmi témapark összejöhetne egy szombathelyi borünneppel, ez lett a Bacchusz kertje. Na, erről szól a rendezvény, egy kétnapos, nyilvánvalóan a borral is foglalkozó, de egyébként hát kulturális eseményeket felsorakoztató rendezvény lesz. A nemzetiségi nap is immár hagyomány. A nemzetiségi nap, ugye az következő nap van, szombaton. Nemzetiségi nap 10. a sorban. Annak idején a horvátok kezdték ezt, a horvát nemzetiség kezdte ezt az ünnepet, és most már jó néhány nemzetiségi közösség részt vesz ebben. Természetesen egy színes, látványos a Skanzenben vagy Falu Múzeumban tartott rendezvényről van szó. Ott is gondolom, vagy remélem, hogy sokan lesznek. Azt gondolom, hogy a vasárnapi nappal kapcsolatosan is ilyen optimizmusról beszélhetünk, hiszen ott is két nagyszerű programot kell megemlíteni. Szombathelyen ugye mindig történik valami, és ha nézzük a vasárnapi programokat, akkor 2 órakor kezdődik a Múzsák kertje című rendezvény, amelyben a szombathelyi múzeumok bemutatkoznak, többek között a Fúsz Ernő Mentő Múzeum is. Azért mondom, hogy ki ne hagyják, mindenképpen a múzeumot is nézzék meg hát jöjjenek el erre a rendezvényre. Egy hagyományos, immáron hagyományos rendezvény záró akkordjai lesznek vasárnap este, vagy vasárnap késő délután, ez pedig a Jóskarola napok. A Jóskarola napok az egész város részt, a Jóskarolát megmozgató, sőt egész Szombathelyt megmozgató rendezvény, amely immáron többedik ízben kerül megrendezésre, és mondom, nagy sikerű volt mindig, most is gondolom az lesz. Úgyhogy mindenkit ide is várunk. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a figyelmet. Kedves nézők, Önök a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjút látták. Számítunk az Önök figyelmére a jövő héten is. Viszontlátásra!